Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor az személyes, a díjam, mint minden jóslásnál 4000 forint védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Nem tudom, milyen idő van most Magyarországon, de el kell, hogy mondjam, hogy itt Mallorca szigetén egész nap esik az eső, hideg van, fúj a szél, nagyon kellemetlen itt a házban és de kívül is az udvaron, de remélem, hogy hamarosan, majd kisüt a nap, jobb idő lesz. Ez a felvétel február 24-én jelenik meg. Ezen a napon a hold eléri mindkét kármikus csomót, illetve kapcsolatban áll a kármikus csomókkal. Egyrészt van egy jó kapcsolat a hold és Kétu között. Ez utal a múltra, utal az érzelmekre. Vannak szép emlékek a múltból, vagy valaki gondol rád, akit ismersz a múltból. A hold Rahuval is egy kapcsolatban áll, és Rahu az jelenti a jövőt, a változásokat. De ez a kapcsolat Rahu és a hold között, ez egy úgy nevezett quincunx aspektus. És ez kivált bizonytalanságokat. Például, ha én most mondanám neked, hogy van előtted egy inga, és mondd meg, hogy melyik irányba mozdul ki, akkor azt válaszolod, hát nem tudom, talán balra, talán jobbra, talán ki sem mozdul, és így érezzük a mai napon magunkat, különösen, ha tervekről, változásokról, egy új irányról van szó. Lehet, hogy megvan ez az impulzus, de bizonytalanok vagyunk, hogy ez a döntés helyes-e, vagy sem. Mars bolygó az jelenti az életerőnket, vagy jelenti a férfiakat. Mars bolygó nagyon jó kapcsolatban van Szaturnusz bolygóval, itt ha megvan a bátorság, tényleg egy új kezdetre, és ha áttesszük magunkat a bizonytalanságokon, akkor Szaturnusz bolygó segíteni tud, hogy itt kialakuljon valami. Vagy a férfiak szeretnék a céljaikat elérni. A hold február 24-én a Purvapalguni holdházban van. Ez jelent egy tervet, ami megvalósítható. Ez jelenti azt, hogy kilépünk most egy nehéz helyzetből, és meg lesz itt egy új irány, lesznek változások, de mégis van ez a belső bizonytalanság ennél az új kezdetnél. Lehet, hogy ezen kellene áttenni magunkat, bátornak lenni, és tényleg egy új kezdetet megpróbálni, attól függően, hogy milyen helyzetben vagyunk. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Először az ő gondolatai. Itt megjelennek az egerek. És ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Az egerek el tudnak bizonyos dolgokat tüntetni. És itt a halaknál pénzről van szó. Itt vannak nála kiadások, vagy fél attól, hogy elveszít valamit, a pénzt, a munkahelyet, vagy a belső értékeket, hogy nincs megbecsülés. Az is lehet, hogy ő úgy gondolja, te megsértődtél, mert nem segített anyagilag, vagy kihasznált anyagilag, vagy nem kaptad meg a megbecsülést
tőle. És megnézzük az érzelmeit. A gyermekek utalhatnak a fiatalos kisugárzásra, a gyermekekre, vagy egy új kezdetre. Itt is látható egy új irány, egy új kezdet, de itt az előtérben még ott vannak a kövek. Ezek lehetnek nehézségek, ezek lehetnek félelmek, vagy bizonytalanságok is. Hasonlóan, mint a Hold és Rahu között, Rahu jelent egy új kezdetet, egy új irányt, változásokat, de ez a kvinkunks aspektus kivált bizonytalanságokat nálunk ezen a napon. És mit fog tenni? Itt látható a napsugár melegebb van, mint most nálunk, de jelenti a kisugárzást, a vonzalmat kettőtök között, vagy itt lesz egy hír, és tisztázódik valami köztetek. És itt ez a magyar kártya, amit a férjem készített, mutatja azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt van a B betű. Először is gondolkodj el azon, mit jelent számodra ez a B betű. Ez lehet valakinek a neve, vagy egy helyiség, vagy egy fogalom. Ami úgy eszedbe jut erről, természetesen leírhatod a kommentárba. B betű, például Barbara, például Béla, egy helyiség, Budapest, lehet Balaton is, vagy egy fogalom, biztos dolog. És a régi írásmód, a rovás írás, itt van középen, ez olyan, mint egy X, ennek van egy szimbolikus jelentése, amikor a sors utak kereszteződnek, tehát lesz egy találkozás. Vagy itt vagytok középen, együtt, és együtt tervezitek a jövőt, megbeszélitek, hogyan tovább, melyik irányba. Ebbe az irányba, ebbe az irányba, hogy erre, lehet, hogy erre halad az élet utatok. A germánoknál vannak az úgy nevezett rúnák, ez hasonló a rovás íráshoz, és itt van ez a rúna, itt látható felül, tulajdonképpen ugyanaz, mint itt ez a szimbólum, és ez a kép jelent egy ajándékot, hogy ő ad számodra valamit, de szeretne kapni is, adni, kapni, itt kell az egyensúly. Itt egy kehely látható, és a táró kártyánál a kehely jelenti az érzelmeket, tehát ő megajándékoz téged, kimutatja az érzelmeit, közeledik hozzád. Van egy napi energiakártya is, és itt láthatóak az érmék, jelentik a biztonság érzetét, az anyagiakat, a munkahelyet. Itt vannak tervek, amit szeretnél megvalósítani, hiszen az érmék jelentik a föld elemét, de itt még vannak korlátozások. Ez a korlátozás lehet a te bizonytalanságod is. Ha így van, hogy nem hiszel abban, hogy minden jóra fordul, vagy bizonytalan vagy, hogy jól döntesz-e, akkor még nem kell lépned, hanem pihent ki magad. Hagyj egy-két napot, egy kis időt arra, amíg döntesz valami felett, vagy lesz egy új kezdet. Az is lehet, hogy elgondolkodtál azon, hogy jelentkezz-e nála, de nem érdemes, inkább várakozó légy, pihent ki magad, ez a férfi jön magától, útban van hozzád. És ez volt a felvétel, örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha tetszett a videó, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze, nyugodtan meglátogathatsz a Facebook oldalon is. Dendera Medici,
vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!